Üdvözlök mindenkit a következőben, a lesz műsoromban. A Halloween Ends soundtrackét fogjuk hallgatni. Én arra gondoltam, hogy a kamerámmal fogom felvenni a tökfaragást, mert telefonra szükség lesz. És mai adásban ki fogom faragni a tököt. 31-e van, október 31-e, tehát nem volt erőm tököt faragni. Vettem három szép tököt. Hát nem mondom, hogy a gyönyörűek, de hát nem ez a lényeg, hanem lényeg, hogy világítsanak. Hát akkor lesz igazán szép, ha már ki lesz faragva. Na most, nem tudom, mennyire halljátok a zenét, én hallom, ez a lényeg. Na, akkor kezdjük is neki, csapjunk bele a lecsóba, hogy annó Misi bácsi mondta régen. Aha. Mielőtt belevágok a mai adásba, pár képet készítek. Van egy kés, egy kis kés, egy nagy kanál, ezzel fogok belezni, és egy filc. Meghatároztam, hogy idén különleges Halloween-es tököt fogok csinálni nektek és a barátaimnak. Tartsatok velem, élvezkedjünk együtt. Na, akkor ezt csak egy képet először is. Én arra gondoltam, hogy idén ilyen Snapchat fotókat fogok csinálni, mert az sokkal jobban fekszik az idei hangulathoz. És érdekel nagyon egyébként ez a dolog. Na, nem csak. Nem ezért nem csak a tökfaragásról fog szólni a mai adás, hanem pár promóciós képet is készítek. Legalább most megtudhatjátok, hogy milyen a hangulata, hogyan készülnek a Halloween-es. Képeket természetesen majd megkapjátok, hogyha kész a cikk. Ez jó. Na! És kezdődjön hát az idejében a velasz. Feliz Halloween! Na! Horrort itt játszom, elnézést. Gyönyörű szép belsőségek. Samhain. Belsőségek. Belsőségek. Belsőségek.
pillanat, csak a... Gyönyörű szép. Amikor Halloween tököt faragok, akkor mindig szeretem megörökíteni a munkát, mert különleges. Szerencsém volt, mint kaptam kicsi tököt, amúgy már egy vagy kettő nagy volt már, hát nagyon elkapodják. Nem elég kibelezni, ki kell tisztítani a tököt, mert sokkal egyszerűbb. Ez a minden évben hagyomány a Halloween. Persze sokan már a karácsonyra készülnek, szokásos módon. Nem tudják megvárni a hónap végét. És ha valami nem jön le, akkor fogom a kis kést, és akkor kikaszabolom a belsőségét. Most oda kell figyelni arra, hogy ha tököt faragtok, akkor úgy csináljátok, hogy minden egyes felesleg kijöjjön belőle, mert az a probléma, hogy akkor gyorsabban fog penészedni, és jobban be fog rohadni. Ezt egyszer megtapasztaltam, amikor egyszer mini kis dísztököt vettem. Volt egyszer egy olyan év, amikor Hokkaidó tököt vettem, arról kiderült, hogy ehető. Látok, azt nem használtam volna a faragáshoz. Ez a tök, ez alkalmatlan étkezési célra, de lámpásnak tökéletes. Önmagában az élmény az, ami a lényeg. Majd valaki írja meg kommentben, hogy ki szokott tököt faragni, és mennyit szokott, és hogyan faragjátok. Mert engem nagyon érdekel, hogy hogyan faragtok tököt, milyen mintákat szoktatok rárajzolni, vagy kivágni. Amikor szövetes, akkor nehéz a dolgom. Én vagyok a mészáros. A Ben mészáros.
Nem. Milyen kis karcokat kell a belső részbe tenni, de az nem számít, mert úgyis kiszárad egy órán belül. Még kicsit kiszakadt, hogy száradni faragás után a poroktok. Mi kertes házban élnék, akkor már biztos, hogy magam ültettem volna tököt. És még adtam volna ajándékba, és hogyha annyi jött volna ki. És én 250 forintba került kilója. Nem költöttem sokat tökre idén. Megszállt az ördög. Ki tudja? Nem. Ez elégséges. Először kibelezem a tököt.
Az a Michael Myers. Aj, mekkora kupit csinált itt nekem. Na mindegy. Ez a kés is jó lesz. Hé, Mikey, hol vagy? Lélegezz mélyeket. Ez a nap rólad szól. Öreg harcos. Hogyan belezzünk ki valamit? Hogyan legyünk jó belezők? Ben megkért arra, hogy tervezzem meg neki a Benovelasztököt. Hát teljesítem a kérésedet. Nehéz feladat vár rám. Mi legyen szerinted? A logó? Vagy a teljes név? Boldog Halloween-t mindenkinek. Nekem 2026-ban jelenlésem van, visszatérek Sydney életébe.
élezem a késemet, tervezek egy új jelmezszettet venni. Aztán visszatérek trancsírozni. Igyekszem megdönteni a rekordot, amit a többiek nem tudtak megcsinálni. Sokkal brutálisabb leszek, mint a többiek. És vigyázzatok magatokra, nehogy titeket is megtaláljak. Szépen készülj fel, mert visszatérek. Szükségem lesz egy új vadászkésre is. Ez jobban fekszik. Tetek faragás nem is olyan nehéz. Könnyebb, mint kibelezni valakit. A legjobb része az, amikor a belsőségeket látjuk, és ömlik a sok belső szerv. Gyönyörű belsőségek. Gyönyörű. Jaj, Ben, ha ezt te látnád. Kár, hogy nem lehetek itt a bulidon. De üdvözlöm a többieket is. Találkozunk a mozivásznon. Tudjátok, hogy már megvannak az aktuális hulla jelölteim? Jelöltjeim? Ögyekszek egy kicsit. Ó, mekkora por van a pofa lemezemen, a kurva életben. Legyél csak Ben. Bent. Mielőtt belezek. Azt hiszem, hogy ez is megteszi. Michael-lel jól barátok vagyunk. Igaz, hogy egy kukkot nem szól. Nem szól egy szót se. Ő a csendes társam. Parkóbázni szoktunk. Néha értjük egymás szavát. Ő hallja, amit én mondok, ő nem hallom, amit én mond, mert nem tud beszélni a drága. Jason üdvözletét küldi a kis tájtó fenekén pihen. Azt mondta, nem akar kijönni télen. Mondtam neki, gyere Jason, menjünk sétálni. Freddy Krueger a saját csapdájába esett bele. Tudjátok, mi történt vele? Neki is rémálmai lettek, hogy elégetik. Ő azt mondta, hogy az idei Halloween-t ő kihagyja. Hát nem is csodálkozom azon, hiszen most Michael napja van. Boldog születésnapot, Mike. Boldog Halloween, kis barátom. Jaj. Tud.
Tudjátok, hogy én ki vagyok? Én vagyok mindenki eszemében. Ezúttal 2026-ban egy másik testbe fogok visszatérni. És nem engedem, hogy elpusztítsanak. Többet soha! És ti segíteni fogtok nekem. Trancsír pancsi lesz. Trancsír pancsit fogok rendezni. Na, megkóstolom Mikey kedvenc ételét. Bon appétit! Hogy tudja ezt megenni? Hiszen emberi fogyasztása nem alkalmas. Hát persze, Lumis doktor megmondta, hogy Michael nem ember. A picsába! A kurva életben. Szép belső szervek, ugye? Na, nem baj. Mikey ellassolja. Tudtátok, hogy Mikey mit szokott csinálni? Annabellel találkozik. És néha meglátogatják Júdás asszonyát is. Na hát, szép kis páros, mondhatom. Nekem meg nem maradnak a csajok. Mert félnek tőlem. Ha, és Mikeytől, hogy nem félnek? Ha. Megáll az ész. Már semmi nem olyan, mint régen. Semmi nem olyan, mint régen! Kurva, semmi nem olyan, mint régen. Jaj, Mikey. Jason is beszarik, hogy nem akar kijönni. Hát persze, mert ősz van. Ő nyáron szokott aktív lenni. Hát mondtam én neki, gyere, haverokkal vagyunk, nem akar, ő mindig ezt mondja. Sokszor az ő szavát sem értem. Én legalább tudok beszélni, és Freddy is tud beszélni, de Mikey és Jason nem képesek megszólalni x évtized után sem. Aj, most a halász, tudom, mit tettél el a nyáron. Ő meg nem akar közénk tartozni. Hát tudod mit, Ben Willis? Kap be! Na Mikey, láss kivel van dolgod. Megkeverem én neked a szart. Keverem, kavarom, aztán boom. Jó. Ez micsoda? Ez kinek a belső szerve? Hát igen. Van, ami nem változik, gyerekek. Ahogyan mi sem. Öregszünk! És jönnek az új generációk, akiket próbálok legyőzni. Ha! Minap bőrpofával találkoztam augusztus végén, ő sem szólalt meg. Ez se lesz jó. Hát Mikey, itt a kaját. Teszek bele egy kis immunerősítőt, egy kis viagrát, és egy kis piát. Ha-ha, fűszerezzük meg az ételt. Ettől talán megjön a kedved a kanossághoz. Kanossa járás. Kikérek falatot. Borzasztó, de megtek ajánlom. Jaj. Nem bírom tovább ezt a melót. Nem bírom! Jaj. És ma este. Ma este. Ismét kereshetek új áldozatokat. Még próbálom is kell,
sikolj hétre. Na jó. Ben, gyere vissza! Unom magam. Köszi, fiúk, a segítséget! Később találkozunk. Hát, elkészült a tökfaragás, most a tökbelezés, a többi már az én dolgom. Közben el kellett egy kicsit menni. Na, várjunk csak. Jaj, Ghostface, mit csináltál? Én nem csak Ben vagyok, hanem Beno Velas. De nem baj! Akkor megcsinálom a logómat másként. Ezt a végén megcsinálom. Jó, az nem jó. Ez a legjobb rész a Halloween Ends-nek, mikor Michael-t bedarálják. Na! Most egy különlegeset fogok találni. Jó. Nem tudom, hogy milyen legyen a... Az a baj, hogy a tökfaragok készletem az elveszett. Mondjuk az nem volt annyira nagy dolog, mert sajnos problémája volt. Így a legnehezebb része mégis a dekoráció, mert ezt nagyon könnyű elrontani. Ha most kibelezzük a tököt, akkor az van, hogy akkor ugye a belsőséget kiszedjük belőle. De az a gond vele, hogy... Így a legnehezebb része mégis az, amikor... Olvastam egyébként, hogy a Halloween-t újra fel akarják támasztani, hát rohadtul nem örülnék neki, mert szerintem ezzel a Halloween Ends-zel már szerintem végesen le kéne zárni Michael-t. Michael Myers véleményem szerint ugye már idősebb, hát most már nagyon idős, és már nem kéne ennyit gyilkolnia. Tudom, Halloween Ends az igazából nem annyira Michael-ről szólt, és ez engem nagyon bosszantott, amikor láttam. Jó, bassza meg, ezt elrontottam, na mindegy. Mindegy, most már ilyen marad. Viszont azt fogom csinálni, hogy akkor egy kicsit kibővítem a szemét. Egy szemű, nagy szemű lesz. Mert voltak ilyen terveim, és ez nem úgy alakult, ahogy kellett volna. Üzzük el a rossz szellemeket. Ó, de jól néz ki. Hát ilyen lett. Ha! Egy kicsit van egy-két magocska benne, de...
lesz egy kis dísz dekorációt is fog kapni. Ez egyre csak ide rakom. Gyönyörködjetek benne. Na most lesz egy kis baj. Akkor lesz igazán rohadt ronda, amikor majd bepenészedik, és majd ilyen muslincák vannak belőle kiszálingózni. De ezt ki kell bírni. Na, ez jó képet fogok itt most csinálni. Van képem hozzá. Megpróbálok rácsos fogat csinálni neki, de nem biztos, hogy sikerül. Inkább így. Reméljük, hogy sikerül. Mint akartam. Jó. Ó, szép lesz ez. A rohadt. Nézd, a kényképeken lássatok az eredményt. Ez a lényeg. Hát ilyen lett. Mosom kezeimet, és jövök vissza. Na, mert akkor le kell egy kicsit mosni a kezet, mert ugye mindjárt cserélek le, mert csak megszeredik is a kezecském. A tökfaragás minden évben egy picit nehéz, mert ugye van egyfajta bőségzavara, és nem tudom mindig előre megtervezni, hogy milyen legyen a külseje az adott töklámpásnak. Jó, nekem úgy nekem mindig jó pofa ötleteim voltak, de volt idő, amikor két évben is elkövettem ugyanazt a hibát, hogy bizony, valamelyiket megismételtem, és ezt nem kellett volna. Most hallgassunk valami mást. Mit szóltok hozzá? Most így arra gondoltam, hogy valami olyat hallgatnánk, ami fú, hát nem is tudom mi mit. Azért, amikor lesz az esti ünnep, akkor arra már van konkrét zene, azt nem akarom itt ellőni. Tehát ami most itt elhangzott, az nem lesz este. Na, tök jó, ez jó lesz. Ez a Metropolis. Ha mondjuk jönnek a barátaim, akkor berakom, de nem tudom, hogy ezt rakjam be. Hát berakom. Ezen van rajta a Jason. Hát igen, tudnotok kell, hogy Jason nem nagyon szereti a Halloween-t, inkább a kristálytól seggén akar maradni. És van neki egy kis, kicsi, aranyos kis hajóroncs a tó mélyén. Oda elbújik, megvárja a nyarat, aztán előveszi a macsetét.
amit külön a kis romos házikójában, a nyaralójában tárol. Mit csinál utána? Jó. Aztán Freddynek az a baja, hogy rémámokkal küzd ő is. Hát visszanyalt a fagyi, szó szerint, mert annyi fiatalt tönketett már, hát most megkapja magáért. Lehet, hogy a kor és a nem múló lelkiismeret. Hú, na, akkor folytatjuk sót. A sót, konyha sót. Hát még ez nem konyha só, de mindegy, ez majdnem lehetne annak is nevezni. Addig mosolyognak rátok, amíg így dolgozik a Ben. Most ez a legnehezebb rész. Ó, basszus, beszakad. Lehet, hogy nem kéne mindig a tetejéből vágni. Lehet, hogy leszokom a tetőből való vágáskor. Akkor most megpróbálom a logómat. Bocsánat, hogyha nem beszélek most hozzátok, csak nagyon kell koncentrálnom, mert egy tök faragást nagyon könnyű elrontani. Ezt meg kell mondanom. Még nem lesz ez jó, akkor viszont én kiakadok. Kijött. Próbálkozom. Köszike! Megoldottam a kérdést. Nincs mit benn! Na, hát elkészültem. Aj, Michaelé, majd el kell majd neki csomagolni. Pedig a barátom tegnap elmosta nekem, most elmosta édesanyámnak a dobozát, elbeteszem Michaelnek is, megeszi. Tényleg szar. Tehát ugye tudjuk, hogy Michael nem ember, hát így nem emberre, nem emberi fogyasztásra alkalmas kaja. Jason, ez neked szól, emlékszel? Mikor Manhattanben üldözöd a többieket? A metróban? Meg a bárban, emlékszel? De a kanálisban?
Oh. Na, akkor csoportképkészítés következik, mielőtt még hát, hogy ezt képen fogom szkennelni. Mikey, kapsz egy kis extra tököt? Én leszek konyhasó. Kapsz egy kis maradékot? Jó, értettem. Ugye egy jó rész volt a Borzalom New Yorkban, az a címe, és ez a zenéje egyébként, a Metropolis együttes énekli a... Csak ebben promóciós képeket is készítek a... Kérdezd az újságomhoz. Ugye ma van 30, és egy nappal most le vagyok maradva, mert nagyon nehéz volt a tegnapi nap. Én most járok erre a kezelésre, és most sok minden volt. Hát, kész van, Mikey, az ünnepi kaját! Enyél! Én pedig... csak pár képet. Én igazából arra gondoltam, hogy ezt most már nem fogom veletek megcsinálni. Majd a következő műsor szakaszban megnézhetitek a végeredményt. Most nappal van, most nem érdemes nagyon belemenni a dolgokba. Most promóciós képeket fogok készíteni. Ebben már viszont már nem tudtok velem lenni. Viszont köszönöm szépen a figyelmet, és remélem mindenkinek tetszett ez a kis előadás. Kedveskedtem nektek Halloween-ra, de főleg a barátaimnak. Ez főleg nekik készült, hogy egy kicsit megnevettessem őket, és megmutassam a humorosabb bent. Jó? És ugye mindenkinek, akiket nagyon-nagyon szeretek, küldöm. Üdvözlök, és üdvözöllek Viktor az adásomban. Szia! És kellemes napot nektek. Jó, és találkozunk este
miután megjöttem a buliból. Lesz egy Halloween, és elmondom a Halloween további részeit. Sziasztok!